Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitay György vagyok, mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornám, és ugye itt a húsvét, és ha húsvét, akkor töltött tojás, általában kaszinó tojás, de persze tölthetjük a tojást még másféle jó krémekkel is. Most ebből mutatok meg Önöknek néhányat. Akármelyik krémet készítjük is el, mindegyiknek az alapja egy úgynevezett besamel, pontosabban egy nagyon sűrű besamel, amit úgy hívunk, hogy panád. Ehhez 2,5 deka vajat egy kisebb lábasban felolvasztottam, és 3 deka lisztet meg fogok rajta izzasztani, forrósítani, de pirítani egyáltalán nem szabad. És azután föl fogom önteni 2 deciliter tejjel, és addig főzöm, amíg az edény falától el nem válik. Ízesíteni szándékosan nem fogom, hiszen ha például sonkakrémet készítek, és a sonka sós lenne, akkor ez a panád segít abban, hogy a krémem ne legyen sós, tehát nem akarom ezt sózni, vagy ha füstölt halas krémet készítek, szintén ugyanez a helyzet. A vaj éppen csak fölolvadt, mehet rá a liszt. Nagyjából 1/2 percig pirítom így, azután a tej felét hozzáadom. Sűrűre főzöm, majd hozzáadom a tej másik felét is. Mehet tehát hozzá a maradék tej, így. Ahogy lehet látni, a végére egy teljesen sima massza lesz belőle, ami elválik az edény falától. Ezt most én átteszem egy tányérra, ugyanis itt elég hő van a lábas aljában ahhoz, hogyha benne hagyom, simán leég, még akkor is, hogyha leveszem a tűzről. 5 főtt tojást félbevágtam, a sárgáját ide tettem a szűrőmre, és átpasszírozom. Hozzáadom az időközben kihűlt besamelt, és ezt is hozzápasszírozom. Azt javaslom, kezdjünk a lusta szakács májkrémével. Nevezetesen kész májkrémet hozzáteszek 25 dekát ehhez a masszához. Elektromos habverőre váltok, és ezt az egészet jó krémesre kikeverem. Ebben a változatban nálam csak csipetnyi só kerül, így, és egy csipetnyi őrölt fekete bors, kikeverem, és gyakorlatilag az első krémem kész. Reggelire készítettem egy kis pirított csirkemájat, annyit csak, hogy nem kérgeztem meg túlzottan, hiszen ezt még nekem át kell passzírozni. Ebből a kész pirított májból, szaftostól, hagymástól kimértem 25 dekát, amit én most pürésíteni fogok, tehát ez lesz a másik májkrémes változatom. Pontosan ugyanúgy, mint az előbb, 5 tojást félbevágtam, a sárgájukat, tehát a főtt tojás sárgát és a besamelt átpasszíroztam. Most ehhez hozzá fogom passzírozni a pirított májat, amit előzőleg ugye merülő mixerrel pépesítettem, de klasszikusan ezt még át kell passzírozni. Ezt a változatot egy csipetnyi konyakkal ízesítem, és így keverem krémesre. Ehhez a változathoz csak, hogy garantáltan krémesebb legyen, olyan 3 deka vajat is hozzádobok. Ugye a kenőmájasnál erre nem volt szükség, tehát az előző változatnál, hiszen ott benne van a szalonna a májban. A konyak fantasztikusan megdobja az ízét, még amire szükségem van benne, egy nagyon kevés morzsolt majorána, egy pici só, így, és egy nagyon kevés bors. Megjegyzem, ha libamájból készítem a töltött tojást, ugyanez az eljárás, tehát a pirított májhoz hasonlóan elkészítem, és ugyanígy rakom össze a krémet, mint most, és természetesen konyakkal ízesítem. Nézzük a sonkakrémet. Pontosan ugyanúgy átpasszíroztam a tojás sárgáját, a besamelt, mint az előbb, pont ugyanabban a mennyiségben.
Hozzáadtam 15 deka darált, főtt, füstölt sonkát, és hozzáadtam 6 deka vajat, mert egész biztos, hogy önmagában a sonka száraz lenne. És most ezt így kikeverem simára. Az állaga jó, az íze tökéletes, sonka krém. Talán lehetne egy kis borsot tenni bele, de igazából nem akarom elnyomni ezt a természetes füstölt húsos jelleget, úgyhogy sonka krém pipa. És hogy az én nagyon kedves vegetariánus barátaim se maradjanak ki a sorból, ugyanaz az alap, tehát besamel és tojás, főtt tojás sárgája áttörve, és kifőztem olyan 35 deka fagyasztott brokkolit, amit azután alaposan ki is nyomkodtam, és most egyelőre még csak ide bedobtam, ezt nehéz lenne szőrszitán átpasszírozni, úgyhogy ezt egyszerűen az elektromos haberővel addig fogjuk keverni, amíg krém nem lesz belőle. Amivel fűszerezem, kap egy kis őrölt szerecsendiót, és kap egy kis őrölt fekete borsot, hogy kell-e még só bele, azt majd menet közben meglátom. Egy picit utána sózom, így. Kap egy 3-4 deka vajat, hogy egy kicsit az állagát tovább habosítsam, illetve egy kicsit szilárdítsam is. Íme tehát az elkészült krémek. Ezeket most folpakkal letakarom, beteszem a hűtőszekrénybe, és tálalás előtt egy olyan 20 perccel kiveszem. Én hagyok neki egy 10-15 percet, hogy fölvegye a szoba hőmérsékletét, azután habzsákba töltöm, és az utolsó pillanatban betálalom. Ha előre szeretném betálalni, akkor kéne főznem egy kis aszpikot is, amivel leecsetelem, és akkor bírja tovább a tárolást, de esetünkben én ezt most nem tartom szükségesnek. Első lépésként mindig a tojás üregébe halmozunk tölteléket, azután pedig körben rányomjuk a többit. Így. Szokás vágni egy pici talpat neki, azért, hogy jobban megálljon a tálon. Így. És akkor addig folytatjuk a töltést, amíg van abból az egy bizonyos krémünkből. Végül az 5 tojást az 6-ra ki fogom javítani, mert 12 tojásra elegendő a krémem. És akkor nézzük. Most következik a másik. Én azt javaslom, hogy ezt más formában díszítsük föl, hogy így is meg lehessen különböztetni. Legyen mondjuk ez ilyen. Elkészült tehát a négyféle töltött tojás, amit minden esetben francia saláta talapzatra helyezünk. A francia saláta receptje az természetesen megtalálható már a videók között. Fejes salátával, újhagymával, lilahagymával, paradicsomcikkekkel díszítjük. A tányért díszíthetjük még kigyóborka szeletekkel, vagy hónapos piros retekkel. Aki magát a tojást szeretné még ékesíteni, akkor a brokkolisra tehet egy parányi brokkoli rózsát. Arra a májasra, ami pirított májból készült, tehet egy pici gyümölcsöt, akár például egy kis szőlőt, vagy mondjuk egy darab szedret, vagy esetleg áfonyát, ami májkrémmel készült, arra kizárólag csemegeuborkát javaslok tenni, vagy esetleg pritamin paprikát, a sonkakrém eset pedig nem igazán érdemes ékesíteni, maximum egy kis lilahagyma karikával. Akinek szimpatikus volt a videó, kérem nyomjon rá egy lájkot, aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt javaslom, mindenképpen tegye meg, hiszen most már több mint 410 ételvideóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, kitűnő egészséget kívánok szíves mindannyiuknak.